Azért különös ezt látni, nem? Hogy az egész baloldal kicserélődött. Azért. Kicsit szomorú, mert én onnan indultam. Jövő héten már... Hát, Weber. De lehet, hogy körbeérek egyszer, és akkor... Jó estét kívánok, köszönjük szépen! Köszönjük szépen, engedjék meg, hogy rögtön, hogy a műsor elején privát drámámmal terheljem önöket. Hogy én általában ilyen idézeteket szoktam ugye mondani, de a nagy részük mindig valahogy kivágódik a műsorból. Arra gondoltam, hogy ha így egy mondaton belül levegővétel nélkül belevarrom rögtön az elsőt. Ugye a legelejére akkor nehezebb kiszedni. Egyik nap láttam egy pólót ezzel a felirattal, nem vagyok meleg, de a barátom az. Az emberek nevettek rajta, de én nem találtam viccesnek, így szóltam a barátnőmnek, hogy vegye le. Ezt így ki lehet vágni? Ki? Igen. Mivel most nagyon sok hírünk van, ezért inkább csak egészen röviden két levélből idéznék. Kedves heti hetes, a hajós Andris nagyon tetszett, mert tök bírom, hogy annyira hülye. Máskor is hívjátok meg, üdv Niki! Lehet reagálni? Hogy azt szeretném kérni, hogy nekem ez végülis nem minősült szerelmes levélnek, bár én annak veszem. De a múltkor volt ilyen, hogy én neki tetszem, így külalakilag. Hogy ne tessenek már ilyeneket írni nekem, jó? Mert nem, úgyse lesz bőle semmi. Küldjék egy a babot! Telefonszex is tök jó, csak kicsik a lyukak. Szeva Jáksó, így szólít meg Kövesné Kálnoki Eszter Miskolcról. Ezért? Én kivétel nélkül minden adást láttam, de csak az első részeket, mert a szünetben mindig elalszom. Arra kérlek, hogy ha egyszer majd ismétlik a heti hetest, intézd el, hogy a második rész legyen az első. Kösz! És akkor, akik végig kísérik ezen a héten az első és második részt, nyugodtan lehet tapsolni. Majd mondom, persze. Jó, akkor idézet, oké. Okay. A házasság olyan, mint amikor benyúlsz egy kígyókkal teli zsákba, és reménykedsz, hogy egy angolnát húzol elő. János, neked nem tetszik ez a színvonal, vagy? Kileg szépeli, mint Kubai Tamás. De nem értem a viccet. Woody nem vagy egy Woody Allen. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Gábor János! Hernádi Júri! Kollár György! Báncsa István! Hajós András! Mádlóz. Itt egy külön önálló est folyik azért, mondjuk el. Tehát mi itt ülünk és mondjuk a hülyéket, és a Kállót rendesen dolgozunk. A szomorú azt, hogy jobb, mint a miénk, én úgy látom. Nem, csak mellé ült a Zsámolynak. A heti Kálló ez lesz már lakta. Ez a mellé ültem a WC-nek, felment bennem a pumpa. Igen. Gyuri, azért neked lehet fura, hogy ide keveredtél, szóval azért ez a műsor valaha nem így indult. Nem. Márl Ferenc több személyes konzultáció után levélben kérte fel Gyurcsány Ferencet kormányalakításra. Hogy kérte volna fel? Levél. Küldjenek ki SMS-t, hogy ne. Csokor virágot, vagy valamit. Ezen már túl vagyok. Ez nem probléma vele. Ez úgy hangzik, mintha azt adnánk hírul, hogy Árpád bejött a Kárpát-medencébe. Hát hol vagyunk már ettől? Igen. Így van. A törvény azt mondja, hogy ez a módja, egyébként pedig megválasztott miniszterelnöke van az országnak. Gratuláljunk nekik, és úgy, ahogy a szolnokiak szokták. Szolnokon gratulálnak, és azt mondják, hogy aztán becsüld meg magad, fiam, mert más úgyse fog becsülni. De annak volt jelentőség, hogy például a parlamentben nem ő olvasta fel, hanem felolvasta. Igen, törvény írja elő, hogy a köztársasági elnök a parlament elnöke útján hozza a ház tudomására a lemondást és voltaképpen jelölést.
Tehát magyarul szabályosan történt. Minden itt ilyen a ceremónia. Az angoloknál más. Szabályos volt minden? De miért más? Közjegyző is te voltál? Szabályos volt a választás. De persze van a dologban poén. Van egy örökbecsű példa, ami az új főnökök elindulásához szól. Egy történet. Új karmester érkezik a zenekarhoz. És mondja neki az első hegedűs, hogy maestro, fogadja meg a tanácsomat. Hozzasson egy láda pezsgőt, hűtségbe a fiúkkal, és igyák meg egymás egészségére. Pacák sor, azt mondja, nem. Akkor dühösen visszakérdez, miért? Hát mi történik, hogyha nem hozatok pezsgőt, nem hűtjük be, és nem visszük meg a fiúkkal egymás egészségére. A legrosszabb, ami történhet, ezek úgy fognak bazsaválni, ahogy maga integet. Tulajdonképpen azért volt, még ugye meg lett választva. Én hallottam azt is, hogy mi volt tegnap a parlamentben. Olyan szép, nagyon érdekes. És aztán ma is hallottam azt, hogy ebből már mi nőtte ki magát, a Répási ugye felolvasott egy valamilyen kis pici hírt, hogy valaki azt mondta, hogy Gyurcsánynak szólni kéne, hogy simítsa el az ügyet. Ez volt, ennyit fogtam föl belőle. Ma már ekkora, ki az a Gyurcsány, fontos. De az, hogy például mit simított el, vagy ki, vagy egyáltalán mi értelme van az egésznek, erről semmi. Igen. Nem volt benne sok méltóság. Én is láttam ezt a tegnap esti történetet, aki ezek után előttem a falusi kocsmákat becsméreli, merészeli. Hát ez egy szimbólum. Hát ez az szimbólum. Igen. Hogy azért ezen a kormányprogramon lett volna fognivaló. Úgy van. Tehát ha valaki veszi azt a fáradtságot, hogy elolvassa és 10 percig gondolkodik rajta, akkor rengeteg pontot talál benne, amiben bele lehet kapaszkodni, amit nagyon alaposan ki lehet vesézni, amit hatásosan el lehet mondani a parlamentben, talán még a nézők is szórakoznak rajta, és a legérdekesebb az, hogy ez az ellenzéki párt, amelyik most ezt a teljesen kocsmaszínvonalú dolgot előadta, valamikor 15 évvel ezelőtt még képes volt arra, hogy bizonyos fajta szellemi eleganciával nyilvánuljon meg olyankor, amikor erre szükség van, és sokszor volt rá szükség. Mostanra ezek az ég adta világon mindent elfelejtettek. Ennyit hanyatlani. Igen. De ez olyan volt, hogy elhatározom ma reggel otthon például, hogy én nagyon csúnyán fogok beszélni a szakálladról. És akkor idejövünk, és a közel megborotválkoztál, de ez engem mélyen nem érdekel. Igen. Én beszélek. Szerintem nem jól látjátok, nem a pozitív oldaláról fogjátok meg a dolgot. Ha sok mindenben igazatok van, csak lehet, hogy titeket az évtizedek alatt ezek a dolgok már feldühítettek, hogy ez az első olyan kormány, ami gyakorlatilag... Oda ült a farkasházi helyére, rögtön ellenkezik. Elnézést, csak én arra gondoltam, hogy a műsor folyam, ami alatt ti itt közszereplők vagytok. Több év, tehát akkor túlbecsültem egy picit ennek a múltba révedő jelentőségét. És mit akartál mondani? Én végig azt akartam mondani, hogy... Ez az első olyan kormány, amelyiket abban az értelemben nem választottak meg, meg nem volt előtte kampány, és hogy ugyanaz történik, csak sokkal rövidebb idő alatt. Tehát mi korábban egy választási kampányban ugyanez hónapokig zajlik az utcán, a sajtóban, mindenhol, úgy most gyakorlatilag 10 óra alatt elintézték az egészet, és túl vagyunk rajta. Szerintem ez egy abszolút pozitív fejlemény, és én szeretném azt, hogy a jövőben minden kormány úgy keletkezzen. Ott egymás között... Hogy lényegében ez ugyanaz az előadás, csak most két részben játszották. Igen. Tehát volt közben egy kis cigarettaszünet, egyébként gyerekkoromban a filmeket is úgy játszották, legalábbis a falusi moziban, hogy közben volt egy kis szünet, ki lehetett menni pisilni, tudnélik, kellett idő, amíg a gépész tekercset cserélt. Tehát gyakorlatilag itt tekercset cseréltek. Ugyanazt a filmet mi lesz a második részben? Hát tudja, arra ír rossz. Én megmondom, mi lesz, happy end lesz a vége. A happy end az, amikor a gonosz megbűnhődik, a jó pedig diadalmaskodik. Most azt kéne tisztán látnunk, hogy ki is a jó. A tudós előadásokhoz egyetlen adalékot tennék hozzá. Én emlékszem olyanra is, hogy amikor ennél is gördülékenyebb volt a miniszterelnök váltás, hogy olyan emlékszem a sztálini birodalomban. A miniszterelnököt felakasztották, a folyosón ott volt a másik. Birtok egy idézettel? Mindenképpen. Nincs az Ungvári jelenleg. Aztán véletlenül. Csak ne Ungvári legyen. G.B. Show jöhet. De igen, G.B. Show, igen. Szintén. Lord Melbourne. Hoppá. Aki Viktória királynő tanácsadója volt,
amikor tróra lépett, kabinettjének egyik ülésén elállta az ajtót, és így szólt. Nem bánom, akármekkorát hazudunk, de ezt a termet egyikünk se hagyhatja el, még meg nem egyezünk, hogy mindannyian ugyanazt fogjuk hazudni. Így megy a kormány. Nagyon szép, itt is megegyeznek, csak azt elfelejtik, amikor... Igen, mindig maradt. A Lakitelek munkacsoport árulónak tekinti Dávid Ibolyát, ha Szili Katalin helyett levezeti azt az ülést, amikor Gyurcsány Ferencről szavaznak. Dávid szerint a Lakitelek munkacsoport már csak egy faxgép. Deutsch Tamás és Harach Péter külföldre utazott, hogy Szili Katalin Dávidon kívül ne bízhassa másra a feladatot. Tehát miközben aggódnak az ország sorsáért, ez ami akkora sumágság, hogy ez nem emberi, nem? Igen. Hogy legyen biztonság, meg legyen kormányunk, és akkor... De hova tud utazni a Harach Péter? Na most tehát mondd meg, hogy úriember... Bébi komandó, nem? Ha, az. Én gyors reagálású népesedés elintézni való, nem? Harach Péter a teoretikus, Deutsch Tamás a gyakorlati szakember. Ez azért valóságos, ez nagy sértés, nem? Hogy valakit faxgépnek nevezni, abban van dupla nulla, mi? Nagyon és finoman dimenzió. Fogalmazott. Az a jó, hogy a fax... darab fax, nem, akit oda elküldtek. A faxgépből az egyik, az mutatott is, mert a szellemesen hozzászólt a kormányprogramhoz, hogy 2-0 akkor az olyan szellemes volt. Igen. Én már nem tudom, csak bejár gondolom a fizetésén, nem tudom már hol ülő, de borzasztó volt. Most tulajdonképpen azért küzdenek, hogy legyen belőlük képviselő a következő évben is. Most gondoljátok, hogy mi lesz abból az emberből, 15 évi képviselő volt. Megszokta már, hogy hogy kell bemenni a parlamentbe, tudja, hol kell parkolni. Szép ház, meg is ismeri, amikor oda megy, hogy itt dolgozom. Ugye? Parlament. Ez ment 15 évig, mindent elfelejtett már a világról. Tehát elfelejtette, hogy működik a társadalom körülötte, milyenek az emberek, mit akarnak, mit csinálnak, mit bírnak ki egyáltalán. És egyszer kicsöppenne innen, és el kéne vegyülnie a nép között. Hát mi történne vagy vele? Ez az. Vissza kéne menni dolgozni. Mert őszintén, például most így azt mondanák, hogy akkor én most akkor mai naptól kezdve nem tudok itt dolgozni, és akkor elmennék szépen, én is beállnék valahova, mondjuk pincérnőnek, és olyan kellemetlen lenne embereknek mondjuk tőlem kapni valamilyen ennivalót, és akkor lehet, hogy ők miért is így van. Nem mondjuk. De Júzi, egyet ne felejtsen. Hogy rólad az embereknek, ha most befejeznéd a művészetedet, akkor rólad kellemes emlékeik maradtak. Soha sem. Róluk meg nem. Csöcsike, este meglátlak. Leszoktatható-e a róka a tyúklopásról? Kérdezte Áder János Gyurcsány Ferenctől a parlamentben, egyúttal Silány írománynak nevezve a kormányprogramot. A kulcs szerintem a róka. Nem? Tudjátok, mi előzi meg a kis róka születését? A boa. Ellenzékben hányig, de én szerintem a Kurce Gábor nem fog megharagudni, mert olyan szellemesen, hát általában úgy szokott nyilatkozni, azt mondta erre, hogy rendkívül nap volt a parlamentben, Áder János viccelni próbált. Igen. De nem sikerült. Igen. Talán még valami az időtényezőre is figyelni kell. Mert hát példa, úszik a Dunában egymás mellett egy rózsaszál és egy darab kaki. És egyik elkezd fintorogni, mi a másik. Öcsi, tegnap még én is hamvas őszi baracka voltam. Gyuri, de elmered mondani ugyanezt a viccet szegfűvel? Nagyon jó. Schmidt Pál, európai parlamenti képviselő tiltakozott egy Hollandiából induló európai vándorkiállítás ellen, amelynek plakátjain a független művészek minden uniós ország fonákságait megörökítették. A magyarokat Anetka és Kulcsár Attila képviseli a plakáton. Jó voltam káborodva, ugye, mert hát ez a holland művészek ezt csinálta, aki hát nem magyar lakos, meg nem budapest, ez megvette ezeket a bulvárlapokat. Hát ezek az emberek vannak, hát még a Kulcsár Attila, meg a Anetka, az egy szimbólum. De könyörgöm, hát az angolok azok miért nem a
nagy vonatrablót tették ki a plakát. Mert nem az angolok tették magukról, hanem arról van szó, hogy van egy művészcsoport, amelyek megcsinálta ezt a nagy pannót, kicsit olyan, mint a Feszti körkép, csak hát vannak benne stiláris eltérések, és ami úgy a világ sajtóból, meg a helyi sajtóból, úgy, ami a felszínen lebeg, tehát a felszín fecsegése kerül fel azére. Szükségképpen ez nem mély történelmi jellemzés, és nem politikai analízisa a különböző országoknak, hanem csak egy ilyen kis locspecs. De van írva, hogy fonákság. Vegyél meg egy napi súlyos. Na most kultúrális vitpárt ezek után, hogy most diplomáciai üzét szorgalmaz, nyugodtan felkerülhetne Annetka mellé arra pandóra, de akár még helyette is. Hát ez az. De az jó pofa, hogy az Isten ki van hagyva a himnuszból. Úgy kezdődik, hogy áld meg a magyart. Jó pofa. A hír szerint ő tiltakozott a kiállítás ellen, hogy ő akkor valószínűleg az ellen tiltakozott, hogy nem ezek a megfelelő fonákságok, amelyeket Magyarországról be kell mutatni, hanem más fonákságokat kell bemutatni. Úgyhogy hát az egész parlamentet nem lehet egy fényképen. Nem, hát ha vesztek egy napi bulvárlapot, vagy négyet vesztek egy napot, mindig ez a nyonyó, elvád, bogyó, gyereket vár, totyi, nem tudom, átszerződött, hát ezzel van tele minden. És aztán a harmadik oldaltól pedig ti szerepeltek benne. Szóval tényleg Na jó, de ahhoz már lapozni kell azért. Hát te is szerepelsz azért. Nagyon ritkán. Sajnos. Olvasom az iratott cikkeket magadról. De nem. Változik Amerika őslakóinak, az indiánoknak az élete is. 1988 óta kaszinókat is nyithatnak, amelyekből évi 15 milliárd dollár haszonra tehetnek szert. Az arizoniai apacsok sípályákat üzemeltetnek, autóelektronikával, műholdas fényképezéssel és digitális térképészettel is foglalkoznak. Dakotában a Sioux a hagyományos bölénytenyésztést műholdas nyomkövetővel segítik. Ugyan lehetne olyan Magyarország őslakóinak az életét kedvezően változtatni, mert arra is ráférne valami. Szétnéztem az interneten, és láttam, hogy az indián szerencséjáték, az indián kaszinó, az tényleg valami hihetetlenül népszerűvé vált Amerikában. Van például ilyen, hogy irokéz bingo. Végig gondoljuk, jusson eszünkbe, hogy például Monaco 1865-ig a kontinens legszegényebb állama volt, 65-ben megcsinálták a kaszinót, és kérem szépen most olyan, hogy fantasztikus, az utcán is folyik a pénz. Noh, dacu, az utcák tiszták, de nem a gazdagság miatt, hanem azért, mert söprik őket, ezt csak úgy mondom a főpolgármester úr figyelmében ajánlva. Szükségképpen meg kéne próbálkozni a kaszinóval. Tehát lehetne ilyen, hogy mit tudom én, ős magyar blackjack. Vagy mit tudom én, szittya bingo. Az orosz... Szittya marha póker, az milyen jó. Az orosz rulette sajnos, az látható. Az már foglalt sajnos. De az viszont milyen... hasznos ott legalább. A dakotáknak még van egy plusz jövedelem forrásuk, amikor ülnek a dakoták, és jó mondásokat találnak. Igen. Kapcsolják. Ja. Most például a rókák meg a tyúkok életét figyelték, bizonyos Áder János felkérésére. De azért ja. Tudok képzelni, hogy a Józsi bácsi nyugdíjba küldi a pulikat, mert erígyém apa, most már van már nyomkárás, ő műholdas. Indián gyerek kérdezi az apját, apa, én mi vagyok? Inka. És te? Én még inkább. Nekem tudjátok, hogy mi fájt, hogy Dakotában Sioux indiánok élnek. Igen. És akkor a dakoták hol élnek? Sioux-ban. És milyen a hiú Sioux indiánok? Angolul beszélnek. Sioux. Létre. Igen, létre. Minden tudok gyakorlatilag. Orbán Viktor beperli Nyakó Istvánt, az MSZP szóvivőjét, a feleségét érintő szőlőtelepítési támogatással kapcsolatban tett megjegyzései miatt. Nagyon komolyan fontolgatom most már ebben az új szerepkörben, ahol magamat talán közszereplőnek érezhetem. Neked külön köszönöm, hiszen te sokat tettél ezért, hogy én be fogom perelni... Az egyetlen, aki nemmel szavazott. Nem! Én kérek elnézést, egy marha voltam. Igen, bocsánat! Szóval én be fogom perelni, azt hiszem, ezen gondolkozom Orbán Viktort, Weckler Ferencet, Nyakó,
Nyakó István. István. Nyakó Istvánt be fogom perelni, és be fogom perelni az egész országgyűlés tulajdonképpen az én szőlőtelepítési támogatásom elmaradásáról szóló vita hiányának tükrében felróható olyan kijelentések miatt, melynek hiányában én nem kaptam szőlőtelepítési támogatást. Annyira nem kaptál, hogy semmit nem tudtál telepíteni. Ugye most már a jobb oldal is borászkodik, a bal oldal is borászkodik. Gyakorlatilag már a parlament minden tagjának megvan a maga szőleje. A szőlőhöz autóút vezet, már repülőtér is van, metró megálló is lesz, vasútot is építenek, minden lesz. Nagyon jó. Csak hogy, amikor az ember bort vásárol egy borásztól, akkor jó erkölcsű borásztól próbál bort vásárolni, mert a borvásárlás bizalmi kérdés, hiszen a bor előállításához nem csak szakmai tudás kell, hanem bizonyos fajta erkölcsi kvalitások is kellenek, kérem szépen, tisztesség kell hozzá. Na most megkérdezem, hogy ki fog ezektől komoly ember bort vásárolni? Igen. Amit mondasz, annak valószínűleg az a megoldása, hogy ahogy a maligán fok, úgy el fog terjedni egy új szakmai kritérium, hogy a bornak mekkora az állami támogatás tartalma. Ha ezt szerint fogják árusítani. Ebben a borban akkor nagy dohányok vannak, nem? Igen. Hát, nem meg az igazság is benne van. Az a... Nekem az, hogy ha valaki járt már szőlőben is dolgozott ott, és hát magam elmondhatom, hogy egy 17-18 percen keresztül ezt megtettem, akkor az érteni fogja, amit mondok. Szerintem a magyar parlament és a bor biznisz között ilyen raffia-szerű összefonódások lehetnek. Kettő értettem. Standoldat. Én ma vettem két fürt szőlőt, arra kapok támogatást, vagy nem? De akkor át, jobbra egyet balra. A tőkéről le van az már szedve. Valóban a Marx tőkéje. Elvált egy nő a férjétől Romániában, miután felfújható gumibabát talált a padláson. Az asszony nem hajlandó elfogadni, hogy vetélytársa egy guminő legyen. Háló Peres, ügyvédként mondhatom, a guminő legyőzhetetlen. Nem kéri egy gyűrűt. Nem kell neki pénz, nincs házassági vagyon szerződés, nem veri a gyereket, nem főz pocsékul, és nem paraszkodik az ágyban az őrült migrényére. Viszont megharapom a nyakán, erre fingik egyet, és kirepül az ablakon. Ez egy neve Dracula. Miért haraplom meg? Hát harap meg. És akkor ezt télen mondjuk téliesíteni kell a guminőt. Tehát lecsúszta. Radiál, felesége. Ja. Egyébként nemrégén olyan fordult elő, olvastam valahol, hogy egy hölgy nem akart elvárni a guminő miatt, hanem elmés módszerrel egy egérfogót illesztett be oda abba a részébe, amit a férje általában használ. De felhúzva volt az egérfogó, természetesen szegény férj ugye megpróbálta hát, szeretni a guminőjét, és akkor rácsapódott ez a bizonyos dolog, és nagyon szomorúság lett emiatt. Egyébként csak úgy adaléként hadd tegyem hozzá, hogy Japánban nagy keletjük van ezeknek a segédeszközöknek, hogy bár igen fejlett elektronikai háttéripar áll a rendelkezésre. Például ugye a hölgyek számára is gyártanak ehhez hasonló eszközöket, felfújható férfiút. No, de ismeretes módon a japán férfi, hát kocsma látogató ember onnan szokott hazatérni esténként. Szükségéppen a felfújható férfinek is kell, hogy legyen valami fajta hitelessége, tehát büdös gumiférfit gyártanak, viszkiszaga és cigarettaszag van. Neki horkol éjjel az ágyban, és a teljes hitelesség kedvéért nem akar kefélni. Megcsípem az imit, hogy miből van, de nem gumiból. De az imi szag az mindig jó. Jó szagú, igen. Jó szagú. Drágám, jó szagú. Az ő viszki szaga jó. A fülemet, hogy Váló Peres, hogy én azt hittem, hogy alkotmány jogász, vagy az ugyanaz végül is? Most reklám következik, és utána jövünk itt, amit.
Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Két nappal 81. születésnapja előtt elhunyt Kabos László. Játszottam vele egy színdarabba is, és nagyon sok kabaréba is, a Vidám Színpad egy bizonyos korszakában, akkor ő még nagyon is aktívan részt vett ott a művészeti életben, és hát nagyon sok emlékem van róla, nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy hetekig hordtam azokat az újságokat, amiben ő nyilatkozta, hogy ki az, aki esetleg az örökébe tudna lépni, és akkor engem megnevezett, és véletlenül mindig volt nem egy újság, amit odaadtam valakinek, hogy olvassa, de ami így, rengeteg sztori van, ami nagyon édes volt, és egy olyan kollégánkkal is vele történt, többször eljátszották előadások alkalmával, a Kósa Andis volt, aki már szintén nincs köztünk, és a Kabos, az volt a történet, hogy a Kósa jött ki a színpadról. A Kabos még nem volt benn, ült a társalgóba, és azt mondta, Andriskám, milyen a közönség? Azt mondta a Kósa, Lacikám, humorra jók. Mire a Kabos? Tényleg? És azt te honnan tudod? Nyolc éves vagy kilenc éves lehettem, és én akkor elkezdtem otthon bábszínházazni. És én akkor ugye elkezdtem, észrevettem, hogy az egyik, ugye két kézzel báboztam, az egyik bábunak a hangja, már kezemnek a hangja, elkezdett hasonlítani Kabos Lászlóra. És akkor írtam neki 10 éves koromban egy levelet a kis színpadra, hogy nagyon szeretném, volt neki egy magánszám a futballbíró, nagyon szeretném, hogyha meghallgatna engem, és válaszolt. És az édesanyámmal elmentünk a kis színpadra, az most ott a Kolibri színház helyén van a Liszt Ferenc térnél, és akkor ment Nagy Endre miniszterelnök című darabja, meghallgatott engem ott a büfébe, előadtam ott, nem, ma sem tudom, hogy honnan vettem ezt a bátorságot, és akkor azt mondta, hogy nagyon nagy jövőt jósol nekem, mondom, 10 éves voltam, kaptam tőle egy tábla kedvenc csokit, az egy nagyon híres csokoládé volt annak idején, mert más csoki nem is nagyon volt, és hát azt mondtam, akkor megnézném az előadást, de nem engedték, mert 16 éven felüli volt, és akkor egy nagy csalódás volt nekem a vele való találkozás, egyrészt ugye meg voltam 60 attól, hogy hát ő meghallgat meg mindent, de azt hittem, hogy rögtön ott helyben, hát olyan nagy hatalom volt, gondoltam így gyerekfejjel, hogy rögtön leszerződtet, és azt mondja, már ne is menjek haza, nem este, akkor már én játszom ott a főszerepet, de hát ez nem jött össze. Úgyhogy nekem a Laci 10 éves korom óta ilyen meghatározó volt az életemben egészen hosszú-hosszú időn át. A csokoládénak a papírja a mai napig megvan, és megvan az a levél is, amit kaptam tőle. Isten nyugtassa, hát itt lehet mondani. Semmiféle eljárás nem folyik rendőri vezetők ellen, tudatta közös nyilatkozatban Polt Péter legfőbb ügyész és Bene László országos rendőrfőkapitány. A találkozó előzménye az volt, hogy a Magyar Nemzet Kulcsár Attila ügyészségi vallomására hivatkozva több magasrangú rendőrt összefüggésbe hozott a bróker botránnyal. Az ügyészség szerint a sajtóhír nem tőlük származik. Ezt valamivel ki kéne egészíteni. Tudnék, amennyire én képes vagyok visszaemlékezni, mondjuk 15 éve, folyamatosan eljárások folynak különböző rendőri vezetők ellen. Ha tehát most nem folyik, akkor meg kell mondani, hogy kérem szépen ma, kedden, 3:46-tól 4:47-ig nem folyik eljárás egyetlen rendőri vezető ellen sem. Ez az egyik. A másik, ugye itt van ez a szegény Molnár Csaba. Ő is említve van ebben a dologban. Most ő ellene sem folyik eljárás? Hát, ha nem folyik ellene eljárás, annak két magyarázata lehet. Az egyik az, hogy befejeződött az eljárás, kiderült, hogy ártatlan, és visszahelyezték. Ez nem történt meg. Kettő, befejeződött az eljárás, és kiderült, hogy kártékony emberről van szó, akkor nyilván lefejezték a hősök terén. Ha egyik sem történt meg, akkor mi az Isten van azzal a kurva eljárással? Aki válaszol, Kollár György. Köszönöm. De csak ügyvédem jelenlétében válaszol. Közben látszalon zenét csugáljunk. A dologhoz azért fűzhető komoly kommentár is. Mindenképpen jó bőrű. Annyi minimum, hogy Magyarország az államtitkok szempontjából átjáróház lett. Ez rettenetes. Komolyan, banán köztársaság.
Na most, a másik a hír része, hogy nem folyik rendőri vezető ellen és ügyész ellen sem? Hát ez az, vagy a napi lap ellen? És nem biztos, hogy poénos lesz, de mégis. Nem kell biztos. Az a baj, hogy egyre inkább úgy látszik, a rendőrség meg az ügyészség teszteli egymást. Csak ez olyan, mint amikor a faltörőkos a fotószállás ajtót teszteli. Jó, ha nem találkozunk. Ma estétől új nézőnk van, hogy Kulcsár Attila már hazamehetett. Igen. És a rádióban ma körülbelül hallgattam, 40-szer mondták be, hogy hol a pontos lakcíme. Igen. Hogy ezt lehet. Nem akarom csak hát... Hát ma délután tüntettek emberek, nem Kulcsár Attila háza, hanem fenn a várban valaki előtt. Zalatnai háza előtt is fognak majd tüntetni. De miért tüntettek ott fenn? Ott a Baumag károsultak tüntettek az államfő rezidenciája ellen. Magyarországon tüntetni szabad. Vannak Kulcsár hívők, és lesznek, akik majd ellene tüntetnek. Ez ilyen ország. De vannak Kulcsár hívők? Biztos. Diákok, gyerekek, volt egy felmérés. Igen, megkérdeztek diákokat, hogy mik szeretnének lenni. Kulcsár Attila. Somogyban készült egy elég nagy mintán, tehát reprezentatív, és kiderült, hogy a mai gyerekek, tinédzserek ideája, eszményképe Kulcsár Attila. Ne viccelj már. Tudnék, azért, mert hülye, nem járt iskolába, mégis piszok sokat keresett, és mindenki róla beszél. Igen. Szupersztár, ez te is. Bocsánat. Ezek alapján akkor nem lehetnék én. Itt is sokat keresel? A többi az megvan, csak hogy... Ő rettenetesen sokat keres, csak nem talál. Én bocsánat, nagyon szeretem a viszkit, de azért viszkis rabló nem szeretnék lenni, nem? Hát hogy jön ez ide? Végre szerepelhetnél egy filmben. Hát ez, na most fel vagyok háborúzva ezen a holland kiállító emberen, hát látod, Kulcsár Attila az egy név, az egy nemzetközi név, már nem a Bartók, nem a Puskás Öcsi, hát gyerekek, megy le a színvonal, vagy föl, nem tudom. Én például Albert Flórián akartam menni, a Kulcsár Attila, lehet, hogy jó. Az volt a választék. Adnak idején. De ha én most itt adásban megsértem a meztelen nőket, akkor ők tüntetni fognak a házam előtt? Be is fognak menni! Mondjál valami keményet neki! Várjál csak! Hazudjál! Mondjál valamit neki, csak az én címemet mondd be, jó? Valami keményet, általános iskola. Csatorna fedél! Na jó. Zalat... Olyan édes a feje így oldalról. Igen, csak sose értettem, anyám miért hív Pinokkiónak. Tényleg így hívott, de nyilván viccből. És a kedvesed akkor fabula? Nem, csak... Amikor Pinokkió nyalja a kicsi tündérlányt, hazudj, hazudj! Ja? Ugye, ez egyszerre nem tudsz olvasni meg inni, azt még te. Nem, csak azt hittem hosszabban tapsol. Zalatnai Sarolta az Egyesült Államokba utazott. A 43 rendbeli csalás miatt jogerősen 3 év letöltendő szabadságvesztésre ítélt énekesnő azt tervezi, hogy a 10 nap alatt lezajlik majd válópere, és utána hazatér. Az énekesnőnek a 120 milliós kárnak csak a negyedét sikerült megtérítenie. Esküszöm, azért itt van egy ilyen, hogy ennyit sikerült belőle megtérítenie. Kérdezem én, ki próbált meg itt milyen kárt valamennyit is belőle igen megtéríteni? Hát ez elképesztő, legalább ennyit azért értékelni kéne már belőle. Egyébként Amerika lehetőségek hazája, hát ha meggazdagszik, és akkor az egész. És akkor mondjuk teszem azt, hogyha most a 120 milliós kárt hirtelen kiegyenlíti, vagy nem tudom, majd rendbe hozza, akkor mi van, akkor nem kell börtönbe menni? De igen. Csak hát akkor ne hozzad. A jogerő előtt azt a bíró enyhítőnek vette volna, hogy a kár megtérült. Szóval azért a művészvilág mellé áll az Juci, a művészvilág jelentős része mellé állta az Zalatnainak. Ez szép gesztus. Ebben az országban 8 millió felnőtt ember viszont azt mondja, hogy sajnáljuk már inkább a sértetteket. Jó, embereknek eltűnt a pénze. És itt azért hadd jogászkodjam még nagyon picit. Van olyan, hogy mi heten mondjuk összetesszük a megtakarított pénzt, és csinálunk egy vállalkozást, és az bedől. Benne van mindannyiunk pénze, és senki nem csalt ki senkit. De itt nem ez történt. Valaki azzal vette fel a pénzt,
hogy tudta, hogy nem fogja visszaadni, nem is kívánta, saját célra fordította. Ez a BTK 318 csalás, és azért bizony 3 év jár. Én ezt teljesen rendben van, csak amikor ugyebár 40-20-ve 180 milliárd forintok tűnnek el valahonnan. Igen. Az ki a fenének a pénze, ha szabad érdeklődnöm, az nem az emberek pénze? És attól ki megy börtönbe? Ez a szerencsétlen nő, ha nem nő volna, azt mondanám, hogy tökéletesen bal, mert hogyha valaki annyira hülye, hogy a saját férjének albérleti díjat fizet a közös lakásukért, hát az egy tyúk, könyörgök, ez nem gyerészkedni akar. Ennyi esze van neki, amennyi van, most ezért kell neki beülnie 3 évre a börtönre, mert ilyen. Szóval ő egy végtelenül őszinte ember, akinek az őszintessége még nagyon sok másoknak egy kicsikét úgy szúrja is a szemét, hogy ami most való megjelent, a rémület, igen. És az egy könyv, azért szeretném elmondani, az egy könyv, azt ő nem nyilatkoztam, föl vagyok rajta háborodva, vagy ilyet le lehet jó, hozni. Jó volt szexelni. Igen, de nem ez a baj. Ez más egy könyv, és más egy 58 forintért megvehető újság. Más. Igen, de azért valamit mondjak erről, nekem... Föl vagyok háborodva. Mindig a dolog emberi oldala izgat jobban, és hát ugye, ha arra gondolunk, hogy ha valaki csinál valami rosszat, tehát én például valami rosszat teszem, akkor... Berúgsz mondjuk. Az jó. Ez, amit mondasz, ez lenne a jobb megoldás, de most én nem... Tehát ha valami rosszat csinál, akkor én elbújdoklom, akkor bezárkózom, nehogy Isten szégyellem magam, de semmiképpen nem szerepelek ennyit. Túljátszik. De ezt nem vagyok benne biztos. Például ebben egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ezt ő akart, hogy ez megjelenjen. Ebben igazad van, hogy bárki ki lehet szerkeszteni úgy, hogy sárba tapossák, és bizony sok híres szóval emberre megtörtént, de ő a Cili ezt tulajdonképpen rosszul csinálja. Nem úgy védi magát, ahogy kéne, és nem rokonszerves. Nagyon sok ember számára az a látszat, hogy őre a törvény, nem mondok, hogy mindenki más menjen a börtönbe, de ő szent, nem szent. Hibázott, megkaptam ilyet. A találkozások, nézzük meg Zalatnait az ítélethirdetés után. Ilyen egy elkép, azt mondom, menjenek innen a búvának. Tény és való, hogy ez ő hülye, ezt ő rosszul csinálja, ez tény és való. Ez az, amit a Pista mondott, egy hülye. És valóban nagyon sok ember életét tették tönkre ezzel a tévedésekkel. Jó van. Nagyon sajnálom emberileg. Hát, én meg olvastam, hogy nem lehet bevinni bizonyos szépítőző hajfestéket, nem lehet... Én majdnem sírtam. De Juti, mi nem? Nem te hajtad. Milyen egyet értek vele? Hát jó. Adnak oda bennük. Hát Jutka. Hát nekem olyan hajam van, mint annak ottan nézőnek. És képzeld, persze, hát, de én nekem 25 éves korom óta ősz hajam van. Hát ez hihetetlen. Juti? Hát, igen. Hogy nekem a melszőröm is. Mi? Nekem a melszőröm is. Melszőröd is. Jó, ezt majd utána megbeszéljük. Egyszer azt mondom valakit, hogy festetem a hajamat. Mondom, maga hülye ilyenre, hát még kérdez. Meg lennék fosztva az emberi méltóságomtól. De hogy néznék, Juci? Hát majd megmutatom. De képzeld, neked érdekes. Az lenne a legnagyobb tragédia, ha a parókát se lehetne bevinni. Botrányos körülmények között ért véget a Diósgyőr-Győr mérkőzés. A hazai szurkolók sértegették, tojással és sörös dobozokkal dobálták a vendégek edzőjét, Reszeli Sós Istvánt, aki ezt a 36. percig bírta, majd nem csak a stadiont, de a várost is elhagyta. A tréner korábban a helyi csapatot irányította, sőt a tulajdonosi csoport képviselője is volt a 2002 és 2003-as szezonban. Az általa vezetett futballcég azonban tönkrement, és akkor megszűnt a DVTK, Reszeli pedig elhagyta a várost, és több százmilliós adósságot hagyott maga után. És mennyit sikerült belőle visszatérítenie? Pista, a hír képtelenség, ugye Diósgyőr, Vasgyár, Reszeli. Vasgyár, Reszeli. Mégse illenek össze. De különben ugye ma van szombat, hát csütörtökön volt. Fradi meccs, már lezárták ez egész várost, emlékszem csütörtökön. És már szerdán az angol meg a magyar szurkolók agyonverték egymást. A túrónak fociznak ehhez. Ha már a fociról van szó, akkor megragadom az alkalmat. És igazi fociról fogsz beszélni. Igazi fociról. Nem tudom, tudják-e, hogy kis hazánkban lesz holnap lesz a megnyitó, én magam is. Tegnaptól. Ma milyen nap van? Tegnaptól, ma szombat. Hagyjad már ezt a hülyeséget, csütörtök van. A gombfoci világbajnokság
ezt most hozták nekem ide, az illetékesek, és ez azért hihetetlen, már illetve nem hihetetlen, hanem nagyon örömteli, mert az egyetlen olyan sportág, a gonfoci, amit mi magyarok találtunk ki, és ez sportág lett, tehát régebben ugye ez egy játék volt, és most már sportág lett, és mi rendezzük a VB-t holnaptól, és még azt is elmondom, hogy hát a Jani is ilyen megrögzött őrült, ilyen nagy gonfocista, és hogy amikor a VB döntő lesz, akkor a kicsi Imi, aki effektíve huszár, ő... Igen. Hogy a kezdő rugást azt én végzem majd. Az asztal, belerúgsz az asztalban. Hogy ez milyen fura, mi? Hogy ez gyönyörű egy magyar dolog. Találmány, nem? Hogy gyönyörű megvan dolog. A gomb, és igen. Akkor keressük hozzá a kabát. Igen. Sőt, Imi, neked már kész játékosaid vannak, de annak idején mi ezeket csináltuk. Plexilap, reszeltük ilyen oldalira, és a szurokkal. Bizony, és a kapus pedig tudjátok mi volt? Na. Akkorban még volt a másfél literes családi sörös üveg, és annak volt egy nagy bakelit teteje, és az volt az egyenméretű kapus mindenkinél. Ami a Tália színház, ami nagy gonfocik, az időválság az, hogy pályám elején, amikor nem voltam nagy színész, tehát nem játszottam nagy szerepeket, ez első... Mintha ma lenne. Jó, most itt az első 30-35 évről beszélek. Tehát Táliában csináltattunk magunknak gonfoci asztalt, és akkor a Kozák Andis Végvár, itt ami Valc, Benkő Petya, megállásig gomboztunk, és tényleg ilyen kis szerepeket játszottam, és ha kérdezték, mit játszol este, mondom, gombfocit. És nagy bajnokság voltak, vezettünk, volt ilyen mérkőzés, naplónk, meg mindenféle, úgyhogy nagyon jó játék ez. Igen, és még arra is nagyon, mert hogy ők ugye a gombfoci szövetség, gondolom, hogy azért telefonálgat olyan embereknek, akikről tudják, valahogy kiderült, hogy ilyen szenvedélyes játékosok voltak, mint például, Parancsolj Jánoskám, mint például magam is, és akkor képzeljék el, hogy ami a VB döntőt, az asztalon, amit játszák, azt a Imi kapja meg. Mit szólsz? Úgy csavarok még ma is, mint várja, toljuk össze, és ezek meg beszélgetnek, jó? Nagyon jó. Fantasztikus játék, tényleg fantasztikus játék. És a pályafejed beírtak. Jó. De hol lesz? Azt nem lehet tudni most. Hát nem a szerintem ott csak a mi? Sportcsarnok, ott van a megnyitó legalábbis van, és ott lesz valahol, szerintem ott felállítanak ott a küzdőtére egy csomó asztalt. Még milyen klasszán kérdez a stadionban? 70 ezer ember összejön, és akkor... És mit látnak, Jancsi? Semmit. Tehát így se nézik a meccset, csak verik egymást. Vízibivaj bőrtáskát kapott Draskovics Tibor Szili Katalintól. A ház elnöke ajándékával hagyományt akar teremteni, hogy a mindenkori pénzügyminiszter ebben a táskában hozzá el a parlamentbe beterjesztendő éves költségvetését. Mi lenne, amit tiltakoznánk a vízibivajok védelmében? Mert amilyen gyorsan mennek a pénzügyminiszterek, minden héten egy vízibivajt lejönnek ezért. János, én kapcsolódok hozzád, és én már is, nem mondom, tiltakozom, csak elmondom, hogy éppen 10 évvel ezelőtt Tajföldön láttam vízibivajt. Tehát láttam, hogy milyen az a vízibivaj. Milyen? Úgy volt, hogy nyaraltam valahol, és esténként, este 6 óra tájban jött egy parasztember a vízibivaj. Tehát tulajdonképpen lehet Balatonon nyaralt, tehát csak valami olyan, Tajföldön érzedjék föl. Kérdezzél benne, ez Szabújón történt, jött a paraszt, a tajföldi paraszt a vízibivajával. A vízibivaj egy rózsaszínű jószág. Rózsaszín. Tehát, hogy is mondjam, olyan bugyi rózsaszín színe van neki. Akkor ma este. Megkisítta a víz. Na, a helyzet azt kérem szépen, hogy a tajföldi ember megpróbálta a vízibivaját bele, hogy is mondjam, irányítani a tengerbe. Mondta neki, hogy menjél bele, Dezső. Na, hogy Dezső nem ment bele. De víziszonya volt, mit? 3/4 órán keresztül beszélgetett a vízibivajába, hogy menjél már bele, meg. Na most 3/4 óra elteltével a vízibivaj egyszer megindult és beleballagott a tengerbe, és utána valami egészen fantasztikus víziparádét vitt végbe, hogy hihetetlen mértékben élvezte ilyen formaúszási gyakorlatokat, mutatott be, szinkronúszott, mindent az ég ott a világon,
Eltelt fél óra, és a paraszt elkezdett imádkozni, hogy gyereki Dezső. Az Istenért nem akar kijönni. És akkor eltelt megint három-negyed óra, vagy egy óra talán, mire valahogy kiszedte a bivaját, a rózsaszín bivaját a vízből, végül kiszedte, és iszonyú büszkén elvonult vele, szóval láthatólag az egész gyakorlatnak az volt a lényege, hogy a tajföldi ember kurva büszke volt a vízi bivajára. Nekem viszont még 60 fűzzel hozzá, hogy hihetetlenül szimpatikus volt ez a rózsaszín vízi bivaj. Na most elképzelem a helyzetet, amint megyek az utcán, és jön velem szembe a pénzügyminiszter, aki nem feltétlenül szimpatikus, egy vízi bivajbőr táskával. Miért pont a bivajt kellett megnyúzni? De praktikusabb egy ilyen vízi bivaj táska, mert ezt akarod bedobod, akarod kinyúzni. Igen. Csak egy példa, hogy ahogy megnyúzták a bivajt, úgy fognak ma aztán mások. Jó, annyira nem volt jó rendben. De nem az, hanem úgy belegondoltam, hogy mennyi lehet egy vízi bivaj táska. Ezt mondja, most komolyan. 100 000. Hát na, üzenem a Szili Katalinnak, hogy nálunk meg tatarozni kéne lassan. Az nem édes, ahogy a parlament gyakorlatilag átment egy ilyen nagyon kedves délutáni ilyen szociális foglalkoztatóba, ahol megajándékozzák egymást ilyen találós kérdések, hogy le lehet-e a rókart szoktatni a rovarsak. És akkor ezekkel a kérdésekkel így elvannak, új szokásokat vezetnek be, és lassan aztán majd bezáródnak a kapuk, és én szeretném látni, hogy karácsonykor lennének ilyen kiállítások, ilyen tablók is, hogy ők mit csináltak egész évben, ilyen kis hajtogatások, meg kiszínezések. Azok van hajtogatások, van. De jó találós, az egész magyar nép ezt kérdezni a tisztelt parlamenttől, hogy önöknél a parlamentben le lehet-e szoktatni a rókát a lopásról, nem? Ez a tájföldi túra, hogy olyan sok ismerősöm van ott, és mindenkivel ilyen nagyon érdekes dolgok történnek, tehát a rózsaszín vízi bivajjal kapcsolatban, és senkivel véletlenül se ez a szexturizmus vagy ilyesmi, az konkrétan senkivel nem. Én még nem voltam ott, de már mindenki volt ott, és senkinek nem történt ez meg. Hogy ez nem kamu, ez a tájföldre hivatkozunk. Nem kamu, én is voltam. Nem kamu. Ez igaz. Igaz. Van. Meg Andris, attól függ, hogy minek mész oda dolgozni, vagy nyaralni. Nekem mindegy, csak legyek benne valamiben most már. Azt jelenti, hogy ez nem egy munka. Próbálj, hát na, szóval feleséggel kell utazni, és akkor csak a vízi bivaj van. Hát, mi már inkább ezek a neokonzervatívok vagyunk. Ti generációtok még ugye a 60-as évek modernizmusa által egy kicsit megcsapott, és hát nálatok nyilván ez a szabad szex és az állatok jogai egy kicsit alkoholmámorban összekeveredik a tájföldi vízparton. Mi nálunk még vannak határunk, de örömmel hallom. Képzeld el, Andris, hogy a következő heti hetesben azt a töménytelen sok levelet mi, akik megesküsznek rá, hogy mint ahogy én is, hogy a vízi bivaj egyébként hát hót méreg barna, tehát köze nincs a rózsaszínhez, de egyébként érdekes dolog valóban, hogy mennyire neked is igazad van, Pista, tényleg, hogyha nagyon erősen sodorsz előtte egy-két ilyen történetet, és leslük a rózsaszín. Inkább rózsaszín. Inkább, én is figyeltem. Inkább rózsaszín. Leütötték Déki Lakatos Sándor hegedűművészt, és elrabolták felbecsülhetetlen értékű hegedűjét. A tettes az értékes két vonót is elvitte, amit még évtizedekkel ezelőtt vett a művész édesapja, 20 rubelért a gum áruházban. Többet ér ez a vonó, mint maga az egyik hegedű. Tehát mind a két hegedű 2 millió, és maga a vonó 3. Csak. Ugye nem tudom, hogy mennyire. Jó vásár volt. Igen. Biztos. Na jó van, de hát itt biztos, hogy címre mentek. Hát az ember persze. Jön veled szembe valaki egy hegedűtokkal, nem ütöd le, nem? Na. És ha géppisztoly van benne? És ha előtte ki voltál a koncertjén, lehet, hogy ne ütöd.
Néki Lakatos Sándor egy fantasztikus művész. De nem róla beszélek, most csak általános, persze, hát én is láttam ezt a nyilatkat, azt, hogy borzasztó, saját kertjébe ütötték le, hát valaki tudta, hogy ez értékes. Hát milyen jó, hogy nem játszunk semmilyen hangszerem. Hát hol? Furujámé nem ütnek meg. És azon se játszol. Nem baj. Igen. Kérlek szépen, van nekem egy szauber farás hullán. Jancsi, meg lettél szólítva. Jucsinak előveszem a pagányit is. De most azért elgondolkodtam ezen. Keresed nagyon az utolsó dátumot. Ez se idén volt. Most volt az egy... 1923. Nem, még szőke voltam, jut eszem. Ismét Dávid Ibolyát választották az MDF elnökének. Ezen a héten, hát azért tett hozzá. A lakitelkiek képviselője, Lezsák Sándor nehezményezte, hogy a kongresszuson nem kapott szót. Nem baj, elküldheti faxon. Igen. De hát nem csak arról van az, hogy nem adtak neki szót, hanem hogy a Dávid Ibolya azt mondta, hogy ki is lehet zárni a Lezsákot a pártból. Persze ennek egyébként vannak pozitív perspektívái is, mert ugye volt egy bizonyos magyar költő, akit kizárt a pártja, József Attilának hívták, és ettől ő összeomlott, és még nagyobb költő lett belőle. Na most ugye Lezsák költőként indult. És annyiban különbözik József Attilától, hogy ezt a pártot ő alapította, és az zárná ki esetleg. Most képzeljétek, hogy ebből mekkora költészet sorjon el? Még egy rockoperát is sajtolna magából. Tényleg, az is jó. Milyen nagy siker volt ez? Isten? Nem tudom, de... Ja? Szegeden volt rockoperája. Viktor Szohurokov, novgorodi férfi helyi önkéntesekből megalakította az úgynevezett szex-hadtestet, amelynek aktivistái magányos hölgyek vigasztalását választották élethivatásul. Ezt a foglalkozást úgy hívják strici. Ilyen egyszerű. Ja, ez az. De mondd oroszul. Ez nem így van. Nem, a strici persze. Nem dolg? Nem, ezt én nem tudom, nem volt stressz. Ezek katonák, Imi. Ezek ilyen lesz a önkéntesek bele, mi profi hadseregünk is. Nem gondolod ezt, ez nem így van. Azért, mert én voltam Moszkvában. Ja. Na, de életem ahol... Voltam a Zserbóba pincér, úgyhogy azt gondolom, hogy majd én el tudom mondani, hogy ezt na, mi van akkor, hogy Zserbóba volt pincér, ahol sok öreg asszon ült. És? Az egyáltalán... Nem olyan rossz. Kérem szépen, én most azt olvastam a Pravdában. Nem hihetetlen. Pravdát olvasol állandóan? A Pravda angol kiadása az interneten kurva szórakoztató. Ez halál komolyan mondom. Piszok szórakoztató. Van egy nagy csináltak egy nagy felmérést egy Oroszországban egy óriási mintán. Na most kiderült, hogy a szexel kapcsolatban az orosz férfiak mindegyike rettenetes mértékben hazudik. Azt szeretik mondani, hogy hát nálam ugyebár egy együttlét az olyan fél óra szokott lenni. A nagy mintán végzett tudományos felmérés szerint 2 perc és 24 másodperc szokott lenni. Orosz vagyok. A méretekkel, meg egyebekkel kapcsolatos tódításokat most inkább jó ízlés okán nem elemezném. A lényeg az, hogy itt ennek a szex hadtestnek a férfi tagjai a tudósítás szerint azt mondják, hogy már alig várják, hogy a tettek mezeire léphessenek. Hát kérem szépen, ha majd először jön szembe egy jó kis 60-as, akkor mi lesz? Attól függ, hogy milyen az a 60-as. Villamot. Meg hogy... Ilyennél parancs az parancs, hát ez nem lövök, hát ilyen még. De ugye ezek nem tervezik, hogy eljönnek így állomásozni más országokba hosszabb ideig. Miért? Ez az üzlet a tiéd? Nem, csak hogy egy sokkal kevésbé szexi vonulata ennek az orosz hadtest dolognak, ennek már így volt itt, és az én nem élveztem el tőle, bár elég fiatal voltam, amikor volt a dolog. De ők, hál' Istennek elmentek. Én láttam ilyen csípendél fiúkat, mondjuk 10 évvel ezelőtt. Milyen közelről?
elég közel. Így álltak. Nedvesett az orrom. Nem, azt tudom mondani, hogy borzasztó édesek. Láttad te már minket? Borzasztó édesek. Ti is nagyon helyesek lennétek ilyen helyzetben, csak nem próbáltátok még ki. De szóval borzasztó helyesek, mert úgy tudnak az emberre nézni, az egyszerűen nincs benne, szeretettel, szerelemmel, egyszerűen nincs benne kritika, nincs benne, egyszerűen megfelelni akarásra, és bárkit úgy tudnak nézni, egy vizes edényt is, érted? Jól esik. De az, isteni. Hogy rád úgy néznek, mint egy vizes edényre. Vizes edényre is úgy néznek. Képzeld ezt Iván előadásában. Milyen Iván? Miről beszélsz? Édes mit Iván. Tudom én? Hát... Retteget Ivánnak. Nem kell, hogy beszéljen. Szépen mozogjon. És ezért a fizetés. Tovább megyek, legyen fiatal. De egyébként te meg lehet 70 éves. Én lehetek, mert nem magamat kell néznem. Tudom. Érted? De az aranyos, hogy éves. Nem több pénzemért, miért nem? Na, végül is mennyi volt, vagy hogy? Ja. Én ingyen kaptam. Tényleg? Biztos tombolán nyerted. Nem, azt kérlek szépen, úgy volt még, hogy azt hiszem még a kereskedelmi televíziós elején volt, és egyszerűen pár nőnek így hoztak oda, és akkor ezt lehet filmezni. Le lehetett enni, vagy? Mit tudom én? Tényleg az, hogy... Svéd asztal volt. Veletek nem akarok. Majd tettek magamnak 4-5 csippendélt azokkal, majd el... De az Imrével mi olcsó megszámítjuk. De gondolj bele, Júzi, hogy rajtunk mennyit tudnál röhögni? Ez viszont igaz. Képzeld el. Ez viszont... És én is mondanék... Csak mi nem tudnánk úgy nézni, mint a... Vizes edényeket. Mert mi szerelmesen nézni. Igen. Egymásra. És látod, és még a Farkasházira mondjuk, hogy mindenhol ő van. Ott azért a Juci is ott van, ahol kell. Ott van. Ja, Teddy például Csipendély fiúnak vagy nézni. Tényleg, hol a Teddy? Kérdezte a kor. Hol a Teddy? Kim van most a lékor? Sakviák bajnokságon van. Huszár lép B4-re. Mit léptél? Ha jövő héten lesz, már rágom a körmöm, el fogja megfogni. Mikor Yoda mestert megkérdezik, hogy hogy kezdődött a pályafutása, és tudod, ifjú tanítvány, úgy kezdődött, hogy kib***tak a bábszínházból. Telefonszámú 061-3-5-5-5-5-4, a című Budapest 1919, Fehérvári út 89-95, a Teletex 636-os oldalát nézzék meg, a heti 7-es kukat erteklub.hu e-mail címe írjanak, és nézzék meg még a www.erteklub.hu.